Ahogy elkezd havazni, a Nyír VV azonnal megkezdi a hóeltakarítási munkálatokat Nyíregyháza útjain. 24 órás váltott műszakban állnak készenlétben a dolgozók annak érdekében, hogy minél hamarabb járhatóak legyenek a társasághoz tartozó utak. A nagykörút, illetve a bevezető főutak kivételével az összes nyíregyházi tömegközlekedési út, gyűjtőutak, szervizutak, ezeken végezzük el, nyilván a forgalomnak megfelelően sorba rendezve az utakat. Nagyon fontos, hogy a tömegközlekedés az folyamatosan tudjon működni, és ezt követően az alsóbrendű kisebb forgalmi utak következnek, legvégül pedig a főutak zárják a sort. A szűkebb belvárosi, illetve a külső városrészek fontosabb, forgalmas, burkolt útvonalai közel 600 km hosszú takarításra váró utat jelentenek a társaság munkatársai számára. 5 nagy vezérgépünk van, ők teljesítik gyakorlatilag ezt a kilométer távolságot. Ez azt jelenti, hogy ha tolólapoznunk is kell, szórnunk folyamatosan, akkor egy ilyen teljes kör, ez kb. 16-18 munkaórát vesz igénybe. Ezen kívül nyilván vannak kisgépeink, 14 kisgépünk vesz részt folyamatosan ebben a munkában. A kézi erő az változó, attól függően, hogy milyen helyzet alakul ki, de itt is egy 30-60 főt tudunk bevonni, de ha szükség van rá, akkor 90-100 ember is kint dolgozik a területeken. Nyilván az a célunk, hogy a közlekedés biztonságosát tegyük. Azt ki kell hangsúlyozni, hogy a közlekedés biztosítása az elsődleges, és a hó teljes eltakarítása az már egy másodlagos szempont. Hiszen hóesésben téli időjárási körülmények között is lehet közlekedni az utakon. Ha az elmúlt hétvégéhez hasonlóan folyamatosan esik a hó, akkor nem lehet két fordulóval letakarítani az utakat, ilyen esetben akár négyszer is végig kell járni egy-egy útszakaszt. Addig nincs vége a munkálatoknak, amíg az utolsó úton el nem takarították a havat. Reggel 7 és 9, délután pedig 3 és 6 óra között csak lépésben lehet haladni a városban. Ez megnehezíti a Nyír VV munkáját is, ezért igyekeznek a csúcsidőn kívüli időpontokban elvégezni a hóeltakarítási munkálatokat. Ehhez kérik a városlakók türelmét, valamint azt, hogy nagyobb figyelemmel körültekintően vezessenek és hosszabb menetidővel számoljanak.